Hellóztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban az Arzenállal fogunk játszani. Hát, ez egy Robloxos játék. Olyan, mint a Cségó fegyververseny. Az a lényeg, hogy itt különböző fegyverekkel kell menni, két csapat van, vagy négy, attól függ, hogy hogy van megszavazva a következő játék. És az a lényeg, hogy egymást kell megölni, és aki több kétszer, az fog nyerni. Ez lehet személyszerű is, meg csapatfüggő is, de nem is húzom tovább az időt. Játszunk! Melyik csapatba menjünk? Hát megyek a kékbe. Várjatok, elfejtettem visszaállítani az egeremet. Na. Jó, tényleg itt nem lehet futni ebbe a játékba, úgyhogy ez a max sebesség, amit te most itt látsz. Ja, és van auto reload lehetőség a játékban, úgyhogy nem kell attól félni, hogy kifogysz, mert... Uramisten, hol van a szarott élet? Ja, meg vannak itt különböző effektek, kill effektek vannak, fegyverskinek, karakterskinek. Aztán vannak különböző beszólások, meg ilyen ilyesmik. De gyermekbarát, mert miért ne? Heavy? Elbúj a vízbe, mekkora kis izész. Au. Valami kópél előtt. Semmi gond. Semmi gond, kiszedjük őket. Bevegyünk víz alá. Itt ez a... És amúgy nagyon sok pálya van amúgy, úgyhogy nem kell aggódni. Van egy pár pálya. Meg eléggé laggol a minden... Ja, az ablak? Ja nem, oké. Ebből problémák lesznek, már érzem. Megint annyira jó leszek ebbe a játékba. Mert ezt a játékot már ugye régebben is toltam, és akkor is nagyon király voltam benne, meg most is, úgyhogy... Az a gond, hogy meg fognak szólni engem, hogy túl OP játszok. Ja igen, és pár kill után már lehet dominálni a másikat, úgyhogy... Ja, néha ki lehet cseszni a másik, az ellenfél. Azt szarott élet! Hátba jött, semmi gond. Figyeld! Ott fog kijönni, föl se fog neki tűnni. Ki van szedve? Ezt azt hittem, hogy izé piros, mert olyan skinbe volt. Honnan fognak érkezni? Megváltoztatták ennek a fegyvernek a... Ja, és igen, ezzel némelyik fegyverrel lehet dupla ugrást csinálni amúgy. Mint például a Spencerrel is. Wow. Ja, egy pár dologra így visszaemlékezve. Ja, meg igen, vannak az afkos emberek. Beugrunk. Egy színe szedjetek ki. Jó. Hol vannak az emberek? Mert nem látom. De amúgy ebben a játékban csak annyira vagyok jó, hogy... Au. Ebben a játékban csak annyira vagyok jó, hogy top 3-ba tudok lenni. Amúgy alapvetőleg nem vagyok valami jó ebben a játékban. Ja, és igen, akinél az utolsó fegyver van, ugye elővét, tehát ugyanúgy mükszik, mondom, mint a Cségóban a izé. A fegyververseny, tehát ott is, aki a... Az aranypisztolyt ellövi, utána aranykésre vált, és ugye... Akit megöl, akkor nyer. Na. Tehát van ilyen is, meg vannak másfajta módok is. De azokkal most mi nem foglalkozunk. Ó, megvan. Ó. De szar az AWP-nek a hangja. Azt kiszedték. De basszus, de ezt szoktam a non-scope-tól. És ott van a nyertes. Ilyenkor a kör végén lehet emótokat nyomni a G betű segítségével. Ja, nem jó, mert copyrightot kapok valami zene nélkülit. Érzékeny lett az egerem hirtelen. Maszkon belül nyalom a jégkrémet, így kell ezt. És csak így fogom és így eldobom. Wow. Meg fel tudok venni napszemüveget, ami megint nem fog rajtam látszódni, de semmi gond. De. Akkor kínáljunk kávét. Na mindegy. Várjatok, de érzékeny az egér, várjatok. Most lesz jó.
Menjünk kékbe. Így van. Wow, ez kinek a hangja, basszus. Van egy pár ismeretlen. Azt a rohadt... várjátok, nem tudom neki kenni, várjátok. Az egérérzékenységre még egyet kell tennem. De fura hangja van ennek. Ja igen, ez most például egy olyan játékmód, hogy csak automata fegyverekkel lehet kenni neki. Tehát ez olyan, hogy hosszan nyomod a balklikket, aztán darálsz. Na nézzük, hol vannak az ellenfelek, kenjük neki. Ott van. Ott van. Egyből. Három darab fejes, nagyon jó. Ott a fej. Ott nem tudom mi volt. Talán log. Van egy nagyon profi ellenfél az ellenfeleknél, úgyhogy vigyázni kell. Innen jönnek, érzem. Úgyhogy lemegyünk. Nem tudtam lemenni. Asztara, wow. Nagyon durva az ellenfelek, még mindig. Wow. Ja igen, itt lehet asszisztálni, és hogyha... És ugyanúgy váltasz akkor utána a fegyvert. Most meghalok, baszki. És megnyerte nekünk az It's Nightmare nevű emberke. Úgyhogy én inkább viszok rá egy bloxi szódát. Mi történt a lábammal? Mert éppenséggel most írtáncolok. Nézzétek meg. Ott megy az írtánc. Ráadásul pont aktuális karakterre vagyok, mert így ez részeg. Na mindegy. Na nézzük a következő mérkőzést. Elvileg a... ez jó, ez a pálya, szeretem. Hát továbbra is kékbe maradunk. Ebből problémák lesznek. Mert innen két felől szoktak jönni, és majd ide be fog csakodni egy repülőgép, és akkor majd úgy lehet felmenni majd oda. De ezzel most nem foglalkozzunk egyelőre, próbáljuk meg az ellenfelekkel nyerni. Ott van. Elég nagyon jók vagyunk. Wow. És most jön a repülőgép, és most fog... most csattant bele abba az izébe. Ott van. Igen, itt vannak izék, youtuberes beszólások is amúgy. De őt ismertem. Ő volt az egyetlen egy a youtuberek közül, akit ismerek. Úgyhogy a többit, azt légy szíves, tegeljétek meg nekem időpontilag. Itt problémák lesznek, meg fogok halni. Mennyien jöttek még onnan, te jó Isten? Kenjed neki. Wow, mi történik? Azt a rohadt élet, hogy kentem neki. Eddig nagyon jók voltunk. Azt a nagyon rángatózik az egér, és az nem tudom, hogy azért van-e, mert ennyire érzékeny, vagy csak ennyire koncentrálok, nem tudom. Valakit lekéseltek, vagy újra élet. Azt a rohadt élet! Wow. Nyomjuk tovább. Átment a másik csapatba, nem hiszem el. Au! Nem fogok halni, hát ez már várható volt. Au! Nem? Assza! Azt hittem el, kilőttem, na mindegy. Azt írta, hogy 52-t sebeztem, na jó, mindegy. Nagyon jó. Honnan? Ott van? Wow! Ez honnan tudta? Azt a rohadt élet. Jönnek. Wow! Honnan tudtad? Wow. Mi történik? Úristen, micsoda keresztűz van, te jó Isten. Igen, és most jön a... ezután jön a Golden Gun, erre nagyon figyelni kell. Áú! Most jön a Golden Gun. Erre nagyon oda kell figyelni, mert csak egy esélyed van. Két esélyed van, de utána meg késre kell vártani, ami nem az erősségem, és meg fogok halni? Nem jött össze? Várjál.
De mi a szar, miért nem műkszik? Megvan! Ott van a win! Így kell esélni! Jaj, nem már, mi ez a zene? Ne csináljátok már! De basszus... Itt most copyrightot kapok ettől. Akkor megölöm. Fölteszem a napszöveget, mert én vagyok a menő csávó. És közben kínáljuk el az embereket kávéval. Ó, oh, Raukhauser nevű skint elnöltem. Még csak most. Hát jó, most legyen piros. Oké. Okay. Ja, ez standard. Itt megint ismételtem, bármilyen fegyvert lehet kapni. Beszartam. Most lesznek, most jönnek a problémák, mert most kevesen vagyunk. Hova tűnt mindenki? Hát eltűnt mindenki, hát mi van? Alig vagyunk a szerveren, te. Hát basszus, két meccs után kilépett mindenki. Nem is értem, srácok, mi van. 50. Fordulj vissza. Ott van. Valahogy hallom a trappokat. Ossz a rohadt élet, Jézus Mária. Mi ez a gyújtó effekt amúgy? Valamitől meggyújtam, de nem tudom mitől. Ott van. Mi fejes volt. Hol vagytok? Hát szétbanánozlak mit titeket. Hát erről ajajajaj, sebződünk. Sebződünk? Föl kell vennünk a gyógyszer. Te. Nem hiszem el. Jó? Még mindig banánágyom van. Ez jót jelent. Semmi probléma. Csak erre nagyon figyelni kell, mert nem lehet ezt előni, mert akkor te is meghalsz. Úgyhogy ezt okosan kell előni. Hát azt hittem, soha nem lövöm el. Ott van. Nagyon jó. Nagyon jók vagyunk. Megyek ezzel a csápos emberrel. Nagyon megtámadtak minket. Nem volt annak Dixie Deft ikonja. Ott van. Wow. Mi volt itt? Igen. Ott a skill. Oh, valahol lőnek. Ja, kiszedték már hátba a fenébe. Akkor figyeld a seggemet! Akkor ne! Öcsém, de azért te is igazán meghallhattál volna, na mindegy. Uff! Föl se tűnt neki szerintem. Jó, oké. Megint jönnek. What? What? Mi volt? De hova pattogtam el? Na mindegy, semmi gond. Belérzem, hogy már problémák lesznek. Nem tudtam eltalálni. És itt meg fogunk halni. Itt meg sokan vannak. Ott a banánágyó, basszus, ilyenkor mindig hátra rakod, aztán közben kiderül, hogy előre kell ilyenkor menni amúgy. Egy lövés volt, hát elnézést kérek. Öcsém, ezt a Spencer weapont én beszarok ezen. Ha még csak így működnének a shotgunok a valóságban is. Azt a minigun meg volt, oké. Okay. Ez mi? Úristen, mi ez a weapon? Mi volt ez? Várjál. Ez egy max szóró. Oké. Okay. Ez egy toilet paper launcher. Igen, srác. Mi történik itt? Toilet paper. Mi történik? Na, ez a pisztoly a kedvencem. GOG 19, vagy 18, nem tudom. Hello. Úristen, jönnek egy páran. Ide kell jön, figyeld. Reflexen múlik ez, figyeld. Valaki beleszippantott a mikrofonba, ez mi volt? Áú. És ketten is revenge-eltek rajtam, ez hogy lehetséges? Ez az ugrásag. Jönnek? Jaj ne, a csaucsat. Nagyon szórakoznak ezzel a jellel. Áú, majdnem meg volt pedig fenébe. Itt mindenki elpukkan, mi van itt? Végre! Na végre! M249? Ne hagyd cserben! Jön a Golden Gun!
Ez úgyse fog, ezt elcseszem. Megvan! Oké, okay. Már csak valakinek hátba kell menni, mert az egy hites. Úgyse fog sikerülni. Mennyivel fogadunk, hogy nem fog sikerülni? Itt ke... Ja nem jó, mert most meg innen spawnolunk. De sokan vagyunk. Ja igen, ez a mil, ezzel a Golden Millivel lehet hátba menni. Azt a rohadt élet. Várjatok. Legjobb pillanat! Várjál. Kiugrik. Ki kell menni. Ott van! A kukás asszonya vagyok. Erről van szó. Ó, most a több zene is van. Wow, ezt jó tudni. Ó, a Hillside most ilyen őszi skint kapott. Na, ezt jó tudni. Hát srácok, ennyi lett volna az Arzenál nevű játék. Mondom, én már régóta tolom, úgyhogy azért vannak benne eléggé jó reflexeim. Hát láthatjátok a szintemből, de inkább azzal nem flexelek. Srácok, hogyha szeretnétek ebből folytatást, vagy egyszerűen csak valamilyen másfajta Robloxos játékot akartok játszani, azt írjátok meg kommentben. Ennyi lett volna ez a videó, srácok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk egy következő videóba, egy következő napon. Na, szevasztok!